Közel 24 órán keresztül csomagolták az adományokat Dunaföldváron. 19 kis teherautót és kis buszt kellett megpakolniuk az önkénteseknek, főleg tartós élelmiszerrel, hogy azokat eljuttassák Erdélybe a Szent Ferenc Alapítványhoz, hogy onnan aztán 74 helyre osszák szét a több mint 20 tonna adományt rászoruló gyerekeknek. A Mikulás Express nevű jótékonysági akciót 16 éve szervezték meg először Dunaföldváron, azóta pedig már az egész országból érkeznek adományok. Kapunk adományt is, és a kijövő emberek is szerepelnek. Itt nem tud mindenki egy hétig munkai, családi, pénzügyi problémák miatt mindig eljönni, de van, aki csak például ma délután megpakoljuk az autóját, korondig kiviszi, lerakja, és majd mi kedden vagy hétfő este fogunk odaérni, akkor ott a szálláshelyünkön bepakoljuk az autóba, és megyünk tovább. Vannak ilyen egy-két napos segítőink is, ami nagyon fontos, mert nem tudnánk elvinni a dolgokat. Idén rekordmennyiségű adomány gyűlt össze, ajándékok ezért a tervek szerint nem csak a Böjte Csaba által vezetett gyermekotthonokba jutnak majd, hanem a rászoruló családokhoz is. Az adományok szétszortírozásában és szállításában összesen 30 önkéntes vett részt.